kegyelem néktek és békesség, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ugyanint azt olvasom Máté evangéliumának 6. fejezetének 22. versétől a következőképpen. A test lámpása a szem. Ha azért a szemed tiszta, egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, mekkora akkora sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Talán furcsa ez az ige a mostani alkalommal, hogy miről is olvasok Máté evangéliumából, mit mond az Úr Jézus, a test lámpása a szem. Én magam is szemüveggel jól látok, szemüveg nélkül távolra látok csupán jót. Milyen nagy kegyelem, amikor az embernek a szeme jó. Volt a teológus időm alatt egy nagyon aranyos fiatal lány, aki világtalan volt, vak volt, Budapesten a Vakok Intézetében élte az életét, és egy családnál mindig találkoztunk. Abban az időben nagyon vastag, hosszú hajam volt, és mindig, amikor ott Sárika néninél találkoztunk, akkor rögtön mondta, hogy jaj, Melinda, te jöttél. És miután a hangomat meghallotta, megfogta a hajamat, és azt mondja, de jó, most már tudom igazán, hogy te vagy. Milyen nagy kegyelem a szem. Jól tudjuk, hogy nagyon sokszor az orvos belenéz a betegnek a szemébe. A szem olyan sok mindent elárul. Betegség hordozója is lehet a szem. Testileg is, de lelkileg is. Tudjuk, hogyha valakire ránézünk, akkor ha mosoly van az arcán, akkor nem szomorú a szeme. De ha próba van az életében, akkor a szeme szomorú. A szem, a test lámpása a szem, mondja itt Jézus. Mit tükröz a mi tekintetünk? Mit hordozunk mi belül? Számtalanszor talán arra gondolunk, hogy nem is veszik észre a mellettünk élő emberek, hogy milyen lelki tusakodás van bennünk. De igen, mert ránk néznek, és a szemünk, a tekintetünk elárulja mindezt. Nagy ajándék, amikor világít, mondja Jézus. Amikor világosságot adunk át, amikor biztatást adunk át, amikor örömöt és reménységet adunk át egymás számára. A tekintetben, abban a tekintetben, amit az Úristen tökéletesen megalkotta az embert, és jól tudta, hogy erre is szükségünk van. De a szem által látjuk, figyeljétek meg ezt a csodálatos teremtett világot. Meglátjuk a tavasznak a nyüzsgését, aztán meghalljuk közben a madaraknak a csicsergését, látjuk a szép kis madarakat, amikor még jönnek enni, azért, hagy az ő életük is fönnmaradjon, vagy éppen a vadakat, ha a tágat térbe kimegyünk az erdőkbe, és megtapasztaljuk, hogy milyen csodálatos, milyen színes ez a világ, mennyivel másabb. Én magam is láttam, amikor a múltkor jöttem haza, Budapestről, hogy már, ha jól tudom, Járdáházán ott volt két gólya, két összebújva, két gólya, olyan csodálatos volt, hogy láthatom, hogy az a két gólya nem didereg ott, hanem összebújik egymás szeretetét, melegségét akarják megtapasztalni. Aztán eljön az az idő, amikor meleg, még inkább meleg van, és akkor külön is mennek, és az ő életüket élik, hogy kicsinyek jöjjenek létre, és élet támadjon itt Magyarországon, és úgy tudjanak majd visszatérni megint Afrikába, a meleg időjárásba és a meleg környezetbe. Mennyi mindent látunk,
Nem tudunk olvasni, ha nem látunk, ha csak nem tanultuk meg a braille-írást. Nagyon nagy ajándék. Látunk, észreveszem a másik embert, észreveszem azt, akinek a szívében boldogság van, és észreveszem azt is, akinek a szívében keserűség van. A test lámpása, a lámpa, figyeljétek meg, ma alig lépünk be az otthonunkba, nem csak, hogy azt várjuk, hogy fölgyújtsuk a lámpát, hanem jól tudjuk, hogy érzékelő lámpák vannak, tehát belépünk az otthonunkba, és már rögtön világít. Milyen jó, hogy látom. Pedig már ezer egyszer mentem haza, de mégis látom azt a lépcsőt, látom azt a valaki, aki netán ott vár engem. Nagy ajándék az, hogy látunk. És a kérdés az, hogy mostani időben látunk-e? Látjuk-e azt, ami most is áldás? Látjuk-e azt is, ami most szép? Látjuk-e a másik embert, nem csak önmagamat? Látom-e azt, hogy nem csak nekem van szükségem bizonyos dolgokra, hanem beosztom, és a másik számára is lehetőséget adok, hogy neki is legyen? Látni azt, hogy többen vagyunk, meg kell, hogy osszunk dolgokat, illetve jó megosztani dolgokat. Talán jó otthagyni dolgokat a boltnak a polcán, mert már lehet, hogy annyi minden van az otthonomba, és Isten lerövidíti majd ezt az időt, és akkor én mit teszek, más meg ne legyen ínségbe. Látok-e igazán? Ugye számtalanszor elmondjuk ezt, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Lássam meg azt a fontos eseményt, lássam meg azt a fontos dolgot a saját és mások életében, ami a lényeg. Tudjátok, sokszor azt érzékelem, hogy annyi mindenben az ember a külsőt nézi. Milyen csodálatos, hogy azt mondja Isten igéje, hogy ő azt nézi, ami a szívben van. Látja, ami ott van mindannyiunk szívébe. És hagyd lássunk mi is Isten szemével embereket. Ne a külsőt nézi, hogy most ő talán mélyre süllyedt és nehéz próbákat él meg, hanem azt, hogy azért adatott ez a látás nekem, hogy oda nyújtsam a kezem, talán oda nyújtsak neki valami olyan kis élelmet, amivel örömöt tudok neki szerezni, ami által rádöbben arra, hogy de jó, hogy az ember felé oda nyújtotta a segítő szívét, lelkét, egész lényét. Nagyon-nagyon lényegesnek tartom. Ne csak önmagunkról gondoskodjunk, ne csak a szűk körről, szeretteinkről, hanem vegyük észre, hogy itt sok milliárdan élünk ezen a földön. Bizony, ha belegondolunk, és elnézünk más földészekre, és ha Afrikát említettem a gólyák által, bizony Afrikában jól tudjuk, hogy milyen szegénységben élnek emberek. Ugyan most nem tudtuk megtartani a nők világi manapját itt Ózdon, Putnokon meg tudtuk tartani. Később majd szeretném, amikor lehetőség lesz rá, hogy itt is pótoljuk. És ott is olyan országban lévő afrikai közösséggel ismerkedünk majd, meg bízom benne itt is, ahol bizony reggel, délbe, este kukoricakását esznek. Milyen csodálatos! Hát még a mi magyar nemzetünk, a mi magyar népünk is, mi itt, akik élünk ebben a városban, és mennyi lehetőség van még mindig az áruk között válogatni, és nem háborodnak fel, hanem mosoly van az arcukon, Isten felé odafordulnak, egyre gyarapszik a keresztény közösség, jól tudjuk, hogy az evangélikus egyház is Afrikában mennyire gyarapszik, de más keresztény gyülekezetek is. Igen, látni, meglátni, szeretném meglátni a másikat. Szeretném a tekintet által érzékelni, hogy neki olyanra van szüksége az életében, amit én megadhatok. Lehet, hogy csupán lelkileg, és nem a földieket, de az is óriási ajándék, amikor lélekben tudom a másikat táplálni, lélekben biztatni tudom azt a másik lelket. Legyen az kisgyermek, vagy éppen nagyon idős, aktív, akinek az életében ott vannak a terhek, akiket nem véletlenül hiszem, hogy segít azért az állam, hogy ne fizessenek most annyi adósságot, hanem segítő kezet nyújt az állam,
állam és az emberek felé. Hát merjünk mi is ilyen segítő kezek lenni. Merjünk Krisztus világosságával, hiszen ő azt mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övi az életnek a világossága. Merjünk ezzel a krisztusi világossággal az ember felé oda nyúlni, akkor is, ha most falak választanak el bennünket, de a szeretet az mindenüve elér, a jóság mindenüve elér, a jótett is elér, az imádság is elér, és merjünk ezekkel élni napról napra. Így áldjon meg bennünket a mindenható Isten. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te mindig látsz bennünket, és azt kérjük tőled most, hogy mi is lássuk meg egymást. Lássuk meg azt, hogy a másikkal jó megosztani dolgokat. Másik emberért jó imádkozni, könyörögni. Másik emberre jó szívvel, lélekkel oda gondolni. Másik embert jó biztatni. És lehet, hogy most testileg nem tudjuk átölelni, de lélekben csodálatosan meg tudjuk tenni. Mindenkiért imádkozunk, Urunk, a teremtettségben, ebben a földi világban. Kérünk téged, jöjj a te jóságoddal, szereteteddel, és azt, hogy ez a mi szívünkben ott legyen, hogy valóban nekünk is a test lámpása, a szem hagy legyen. Amen. A te fiadért kérünk, Jézus Krisztusért, akinek a nevében együtt otthonunkban, munka közben, ki tudja ki milyen állapotban, hagyj imádkozzunk így hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged Isten az ő drága szemével, biztasson téged az ő szeretetével, és adjon reménységet a te lelkedbe. Amen.